Az én nevem Bíró László, és 10 éve vagyok az Egyesületnek az elnöke. Kis Martinnak hívnak, 6 éves korom óta focizom, 18 éves vagyok. Egy hónapja látok Nagyvázsonyba. Engem Kandiko Leventének hívnak. Kötér Robert vagyok. Hát igazából ebben a csapatban az első idényem, ezelőtt Füreden fociztam, utána Antalfán, most alakítottuk a csapatot idén nyáron, igazából azóta vagyok leigazolva én is ide. A csapatban 2 hónapja játszok, tűnik a csapat 5 év után indult újra. Az úgy történt, hogy hát nagyjából 10 éve elkezdtük újra szervezni a csapatot, és kellett egy ember, aki ugye a gazdasági részéhez ért, az lettem én, úgyhogy akkor azt mondták, hogy csináljam én, igazából a papírügyek miatt. És azért maradtam én is szerintem most, mert a srácok csinálják így a lényegi részét a dolgoknak, de ugye a gazdasági részébe próbálok segíteni. 2015-ben azért kellett abba hagynunk, mert már 11-12 játékossal mentünk egy meccsre. Hagyott kívánivalót maga után, sajnos elfogytunk, tehát azért kellett abba hagynunk, mert elfogytunk. Itt a Kölyök Foci Klub már működött, de sajnos túl fiatalok voltak még, akik ott játszottak ahhoz, hogy mi be tudjuk építeni őket, úgyhogy ott volt egy szünet. Szerencsére most már újraindult. Igazából egy évvel ezelőtt már próbálkoztunk vele, de akkor még nem jött össze, túl fiatalok voltak ezek a kis suhancok, akikkel most vagyunk. De nagyon ügyesek voltak már akkor is, és akkor már megpróbáltuk nekik beharangozni, hogy mindenképpen ő lett csapat 2020-ba, és igazából meg is sikerült szerencsére. 1926-ban, 25-26-ban indult ugye az Egyesület, tehát most 95 éves, hogyha... Édesapám! Az ő édesapukája is, igazából már generációk óta itt játszunk. A nagyvázsonyiak vagyunk, ők is a nagyvázsonyi csapatban játszottak, és igazából idehúzott a szívem, hogy itt csináljunk egy csapatot, és ide igazoljak. Hát a legszebb emlékem a klubról, most már nem emlékszem pontosan, de Magyar Kupában eljutottunk azt hiszem a harmadik fordulóig, és Balatonfűzfő, tehát egy megye egyes csapat ellen játszottunk, és továbbjutásra álltunk az utolsó 5 percig. Hát sajnos a végén kiestünk, de nem voltunk messze attól, hogy esetleg a továbbjutás meglegyen, és tényleg nagyobb csapatok jöjjenek ide. Akkor nem sikerült, most egy ilyen ferencvárosi öreg fiúk azt gondolom, hogy be sikerült pótolni. Tehát azt gondolom, ez a mai nap, ez az egyik legszebb. Hát 12 percet játszottam, sokat nem tudok beszélni. Fölmentem, lőttem egy gólt és lejöttem. De jó volt a mai meccs. Hát mentünk. Hát ugye az második fél időt mi nyomtuk, elvertük őket 3-1-re. Úgyhogy igazából jók voltunk. Megye 3, déli csoport. Hát az edzések egyelőre még nem azok a fárasztóak, de egyre jobban belejövünk, és szerintem erősödni fog a csapat idővel. Igazából most kezdődött minden, egyelőre szerintem mindenki élvezi, a srácok is, az edzőnk is. Remélem, hogy ez így folytatódhat tovább. Kicsit szerintem így elbíztuk magad az idény elején, de remélem, hogy most lassan visszaállunk, és minden rendben lesz. Egy kis hullámvölgy, de a mai mérkőzésen sikerült bebizonyítani a csapatnak, hogy tudunk nyerni is. Tehát a címerben, a klub címerben benne van Kinizsipál neve, aki a csapatunknak a névadója, és Nagyvázsonynak volt a felvirágoztatója.
Ezen kívül az N betű nagy vázsonyt jelképezi, a TL pedig a torna egylet rövidítése, és még benne van az alapítási év 1926. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a fiatalok újra összeálltak, és egy közösséget alkotnak itt. Volt egy pár év, amíg ugye nem volt csapat, de ezek a fiatalok együtt fociztak, és a Kelemen Miki vezetésével az U13-ig ugye együtt voltak. Utána sajnos most is így van, mert az U13-ig mehet a kölyök foci. Utána, hogyha együtt sikerülne tartani őket, az nagyon fontos lenne az, hogy mozogjanak természetesen a testmozgás, és hogy a barátságok. Tehát, hogy igazából ez mindenkinek jó. A falunak is, mert ki tudnak jönni ugye meccsre, a srácok együtt vannak, nyilván szeretik, kedvelik egymást, úgyhogy... Persze, mindegyik a barátom, osztálytársaim voltak. Hát ugye mindegyik az osztálytársam volt, barátaim, és megbeszéltük, hogy indítunk csapatot, és így én is ideigazoltam. Igazából ugye hát fiatalok vagyunk, technikásak, ügyesek, csak kevés a rutinunk. Én nem várok nagy csodát, az első hatban benne leszünk, nekem az is nagyon jó, mert az első szezonban csak össze kell jobban szoknunk. Hát én úgy jellemzem, hogy igazából fiatalság, bolondság, mert egyelőre ez nagyon így tűnik. Hát jelenleg, hogyha ha egy szóban kellene elmondanom, akkor azt mondom, hogy fiatalság. Fiatalság, hát mi más? Azért, mert szerintem egy igen fiatal csapat, és én azt mondom, a jövő csapata, mert tele vagyunk 18-20-17 éves játékosokkal, Páfi Tomi úgymond ebben a generációban a legidősebb, a maga 22 évvel, úgyhogy előre látható, nagy terveink vannak amúgy ezzel kapcsolatban. Én nem csak itt megy a háromba szeretnék, hanem majd följebb is természetesen. Mert ez a világ legjobb klubja.